Csodálatosan szép napot kívánok mindenkinek! Én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, ami egy nagyon régóta várt, rengeteget kért videó lesz. Viszont szeretnék még a videó kezdése előtt pár szót szólni hozzátok, ugyanis biztosan mindenki tudja, hogy milyen nap van ma. Ha véletlen valaki elfelejtette volna, akkor még most szólok nektek, hogy ma anyák napja van, és ebből az alkalomból adódóan szeretnék pár szót mondani nektek. Ugyanis a Telekom elindított egy új kihívást, amiben én is részt veszek, és erről szeretnék beszámolni nektek. Szerintem az elmúlt egy évben mindenki rájött, hogy mennyire fontos a család szerepe, és mennyire jó a kapcsolatot tartani az egész családdal, legfőképpen a szülőkkel, de talán itt is kiemelhetném, hogy kifejezetten az anyukákkal. Hála az égnek és annak, hogy az én anyukám kifejezetten jó fej, nagyon-nagyon sokat szoktunk beszélgetni, akármilyen bánatom van, ha mérges vagyok, szomorú vagyok, vagy boldog vagyok, biztos, hogy őt hívom, ezen kívül az üres járatokban is őt szoktam felhívni, és felesleges információkkal feltartani, úgyhogy én azt mondhatom, hogy mi naponta általában fél órát, de lehet, hogy többet is beszélünk, viszont egy érdekes információ, hogyha minden nap csak 4 percet beszélsz az anyukáddal, az olyan, mintha egy éven belül egy egész napot beszélgetnél vele, viszont mindenki gondolkodjon el egy pillanatra, és kérdezze meg őszintén magától, hogy hányszor van az, hogy a saját problémáinkkal terheljük le az anyukánkat, és a saját dolgainkról beszélünk neki. Hányszor kérdeztek igazi információt az anyukátokról? A Telekom kampányának a célja egészen egyszerűen annyi, hogy ne csak csevegjünk az anyukánkkal, hanem az a telefonbeszélgetés legyen igazán tartalmas és törődő. Ezért a kihívás, amit létrehoztak, egy Instagram filterrel párosítva, amit itt láthattok is, hogy hogyan működik. Azon kívül, hogy beszélgess anyukáddal többet, kérdezz meg tőle egy olyan dolgot, amit sose kérdeztél még, vagy nem tudsz róla. Esetleg mondjál magadról egy olyan dolgot, amit még sosem mondtál neki. Ehhez a filter akár segítséget is nyújthat, ugyanis felajánl nektek kérdésopciókat, amit rögtön meg is oszthattok az anyukátokkal. A kihívás hivatalos hashtag-e a 4 perc anyuval, úgyhogy ha kipróbáljátok akár a filtert, akár posztoltok valamit, használjátok ezt a hashtag-et, és az év minden napján, de legfőképp anyák napján beszéljetek minél többet anyukátokkal. Ahogy tudjátok, amióta a csatornám él és virul, mindenféle oldalról rendeltem már. Nagyon sokszor kértétek tőlem, hogy rendeljek visről, és eddig ellenálltam. Nagyon keményen kellett küzdenem, de ellenálltam. Viszont most megtörtem ezt az erőt. És rendeltem visről. És szeretném elmondani mindenkinek, hogy először és utoljára, ugyanis undorító az oldal. Ne vegye senki magára, aki szereti a vist, de szörnyű. Elég problémákba ütköztem már a termékek keresésénél is, a termékek kiválasztásánál, illetve az árazásnál. Nem tudom, hogy aki a vist használja, az hogy tudja ezt épp ésszel elviselni, de amikor egy szint választasz ki, vagy különböző méretet választasz, az árak változnak. És amikor rányomsz, hogy szállítást is szeretnél kérni, mert nyilván szeretnél, akkor megint változik az ár. A vis nem nekem való. Ezt már most kijelentem, de a ti kedvetekért rendeltem egy csomó terméket, amik most jöttek meg. A mai napon érkeztek, tele van apró kis csomagokkal, és ha egészen őszinte szeretnék lenni, nem tudom, hogy mik vannak benne, mert nyilván másfél hónappal ezelőtt rendeltem őket, és nem tudom, hogy minden benne van-e. Tehát, hogy ez volt-e minden, amit rendeltem. Ha véletlen nem, akkor Instán fogjátok majd látni a maradék darabokat, viszont amik itt vannak, azokat most meg fogjuk nézni együtt, és hogyha rendeltem valami olyat, amit fel kell próbálni, akkor nyilván fel is fogom próbálni, viszont nem szeretném túl hosszúra húzni ezt a kis bevezető részt, úgyhogy kezdjünk is bele, és nézzük az első csomagot. Ez a legnagyobb. Fogalmam sincs, hogy mi van benne, de bontsuk ki, és nézzük meg. Mire jó a nagy köröm? Ugye? Oh my, what's this? Wow, táska! Szerettem volna egyébként rendelni egy táskát, most emlékszem rá, ami kifejezetten tetszik, egy ilyen kis csomag volt, viszont feketét szerettem volna, és valamiért a fekete dupla annyiba került, mint a rózsaszín, úgyhogy elvetettem az opciót, mert úgy gondoltam, hogy nem ér meg nekem 13 ezer forintot egy vises táska. Úgyhogy elvetettem. De itt van ez helyette. Csóró, hogy össze van gyűrve.
Nem számítottam másra egyébként, műanyag egyértelműen, teljes mértékben. Remélem, hogy ki fogja rúgni magát. Ez viszont egy nagyon-nagyon jó kis tömítés, úgyhogy ezt kifejezetten értékeljük. Van egy kis logónk benne. A képernyőn látjátok majd az árakat, fogalmam sincs, hogy mi mennyibe került. A biztonság kedvéért, ha valaki mégis szeretne rendelni, akkor leteszem nektek a linkeket a leírásba. Ez egy kis szilikon maci és egy tök jó kis kulcstartó, igazából ez cuki. És van hozzá egy, mi ez? Pánt, egy hosszú pánt, még egy töltés. Ezek aranyat érnek, úgyhogy nem kidobni. Nézzük, hogy ki lehet-e egy kicsit nyomogatni. Nagyon büdös, de gondolom, hogy erre számítottatok. Viszont cuki! Már bocsánat! Wow! És biztosan vízálló, tehát ebbe fogadni mernék akárkivel. A cipzár jelenleg szét van nyílva, de megjavítottam, mert ehhez is értek. Na, menjünk egy kicsit részletekbe. Varrás. Néhány helyen csúnyán van eldolgozva, vagy dupla varrás van. Néhány helyen kicsit lóg, de az eleje szép, a hátulja az néhány helyen csúnya, elől tök szép. Táskáról pár specifikáció. Kettő fő rész van belül. Középen van egy ilyen kis, nagyon mini zseb, amiben rúzs, bankkártya esetleg, hogyha nem hordtok pénztárcát. Itt oldalt pedig van kettő nagyon pici zseb, ahova fogalmam sincs, hogy mit tudnátok betenni. Megpróbálom kilevegőztetni, mert elmondhatatlanul büdös, de úgy konkrétan. És biztosan fogom egyébként használni, mert nagyon jól néz ki, és meglátjuk majd, hogy meddig fogja bírni. A hátsó zseb is egyébként igazi, egyedül ez a két első cipzár. Áll cipzán. Ha kirúgja magát, legrosszabb esetben is képre, ez egy nagyon cuki táska. Oké. Második csomag, ami biztosan ékszer. Nem szeretem ezeket nem lehet kivontani. Oké, let me see. Ez egy gyűrű hármas. Három darab rose gold gyűrű. Amiknél bármiben mernék fogadni, hogy ezek sokkal vékonyabbnak tűntek a képen. Ez, amin csak a kis pöttyök vannak, az nagyon nem tetszik, viszont ez a kis kereszteződéses szerű, és ez a kis fonott amúgy aranyos. Határozottan nagyok, pedig biztos, hogy 7-eset rendeltem. Ezeket szerintem el lehet használni, úgyhogy ezek jók lesznek. Meglátjuk, hogy meddig bírják. A ragasztás ugyanolyan, mint az alisoknál, egy kicsit de cukik. Biztosan, vagy hát remélem, hogy olcsó volt, inkább azt mondom. És akkor azt mondom, hogy megérte. Nézzünk még egy ékszert. Nézzünk. Van még itt egy pár csomag, úgyhogy kíváncsian várom, hogy miket válogattam még össze. A következő versenyzőnk egy gyűrű. Miért rendelek ennyi gyűrűt, amikor nem is szeretem a gyűrűt? 8-as. Miért rendeltem 8-ast? Na ez sokkal cukibb. Oké. Ez kifejezetten tetszik. Ez egy kicsit finomabb, mint az előző kör. Ez szép. A hozzám öltözött csomag. Nem tudom elolvasni, hogy mi van benne, mert nem értek. Akárhogy is van ráírva úgy. Hát te mi vagy? Fancy zacskó. What? Oh my! Ez egy felső. Hát ezt nem hiszem el. Miért rendeltem ilyet? Nem hiszem el.
Néha annyi eszem van, mint egy óvodásnak. Abban biztos vagyok. Oké. Wow, nagyon előnyös. Szóval... Nagyon hosszú ez a lánc. Ezen majd megpróbálok kötni egy csomót. És úgy lehet, hogy nézhet ki valahogy. A videó után megpróbálom életre kelteni, és bevágok egy képet most arról, hogy hogy sikerült. Ó, hát tök jó, már el is szakadt. Jó, szétnyílt egy láncszem, úgyhogy ezt majd előbb össze kell eszkábálnom. Viszont nem büdi. Az anyag egyébként egy rugalmas, szaténhatású valami, viszont a többi része az olyan, mint egy párnahúzat, vagy mint egy függöny. Ilyet ne vegyen senki. Azt hiszem lebuktam, hogy nem ugyanazon a napon veszem fel a felpróbálást. És... van egy vendégünk. Meg egy másik, aki a háttérbe hiszizik. És ez a felső szörnyű nagyon rossz. Így oldottam meg a lánc lerövidítését, ami azóta már háromszor szétpattant. Nem mertem bevállalni melltartó nélkül, mert akármelyik pillanatban szétpattanhat. Jó ötlet volt, de nagyon nem jött be. Csomag 3, 4, 5, 5, valami. Csomag 5, 1. Ruha! De milyen ruha? Ez egy ruha-ruha. Konkrét megkötőve. Oh my, milyen kis szexi berendelgettem. Van hozzá egy öv is. Gyárszaga van, de nem olyan tipikus kínai. Kedves gumi a derekánál, és az anyag is viszonylag rugalmas. A színbe biztos vagyok, hogy nem ilyen volt a képen, amikor megrendeltem. Tapintásra egyébként olcsó anyag tapintása van, de nem mondanám egyébként rossznak, vagy kellemetlennek. Nagyon átlátszó, ebben biztos vagyok, ugyanis én teljesen átlátok rajta. De nézzük meg felvéve, hogy hogy néz ki, és mondjunk róla inkább bot véleményt. Nem vagyok benne biztos, hogy tökéletesen kötöttem meg, de őszintén megmondom, hogy nem rossz. Egy kicsit ilyen... nem nagyon találok jó szót rá, hogy mondjam el, hogy milyen az érzés, de ha mondjuk, nem tudom, nyáron vízpartra, vagy nem tudom, akkor simán felvenném. Lehetne sokkal rosszabb is, és ahogy a kis szoknya lengedezik, az kifejezetten kellemes. Ha nem bírjátok az aszimmetrikus ruhákat, akkor egyértelműen felejtős. Viszont ez szerintem nem rossz. Felül elég fura. Ha megnézitek, akkor eléggé eláll. De lehet, hogy ez csak cici miatt. Lehet, hogy meg lehetne úgy kötni, hogy jó legyen. Vagy csak le kellene húzni. Nem tudom. Ez nem rossz. Kérdeznék mindenkit, hogy miért rendelek ennyi ékszert, amikor egyértelműen nem hordok ékszereket. Legyünk ezeken túl, és aztán majd meglátjuk, hogy a maradék három csomag az micsoda. A következő ékszerünk egy gyűrű. Ki gondolta volna? Arany. Mondom, hogy valami nem stimmelt velem a rendelés pillanatában. Oké, ez cuki. Oké, ez annak ellenére egyébként, hogy arany, egy kicsit sárgább arany, mint amit szeretek talán hordani, de ez nagyon cuki. Ez nagyon tetszik. Eddig ez a gyűrű tetszik a legjobban. Ebből amúgy simán rendelnék többet. Mi meglepetés, te jó ég. A következő gyűrű az egy olyan darab, ami végig körbe is köves, illetve mind a két oldalán is köves. Megint csak videó formájában mutatom nektek.
elég duci, és szerintem nem kifejezetten nőies, viszont ezt mindenki döntse el magának. De azt hozzá kell tenni, hogy eddig ezen vannak a legszebben felrakva a kövek, teljesen egy vonalban vannak, nincsen kiállás, nincsen elfordulás, meg semmi. Úgyhogy minőségileg ez a kedvencem, de kinézetre nem ez a kedvencem. Ó, végre nem gyűrű. Ez egy nyaklánc? Ez szép. Ez kifejezetten szép. Nem tudom, hogy miért választottam ezt a dizájnt, de lássuk, hogy hogy néz ki felrakva. Egyébként kifejezetten csini, nem? Nagyon szépen ki van dolgozva mindegyik elem, mind a három logó, és nagyon szép a lánc is, úgyhogy véleményem szerint ez egy jó döntés volt. Most rajtam fog maradni a videó végéig, hiába nem illik ide egyáltalán. Ó, ez egy csoker. Vannak kis pöttyök rajta, ilyen kis golyók, meg van csillag és holdacska. Ennyi nyaklánc soha életemben nem volt még rajtam. Ez a kettő van együtt. Egyébként ez se rossz. Nyilván egy kicsit szorosabbra kellene fogni ahhoz, hogy igazán cuki legyen, de ez is aranyos. Oké, ezekkel nincs problémám. Teljesen aranyosak. Megpróbálom a következő outfitemnél valahogy jól beépíteni ezeket, hogy be tudjam nektek fotózni. Csomag number valamennyi. Érdekelne egyébként, hogy vajon miért rendelek még mindig ruhát ilyen oldalakról. Ez kifejezetten érdekelne. Oké, kis virágos ruha. Oké. Cickó résznél dupla varrás, van kialakítva egy nagyon picike kis, hogy mondjam, hely a ciciknek. Állítható pántok, ami mindig egy pluszpont. Kis coki fodor díszítés, és össze lehet kötni középen. Lehet velem van probléma, és alapból a virág mintával lévő konfliktusom jön ki jelenleg, de nekem a mintája nagyon nem tetszik. Aztán lehet, hogy felveszem, és azt fogom mondani, hogy úristen, imádom. Az anyaga hasonló, mint az előzőnek, de valahogy mégis egy picit jobb, és nem tűnik annyira átlátszónak, viszont ez nagyon világos, úgyhogy lehet, hogy mégis nagyon átlátszó. Hátul van cipzárja, kifejezetten szépen van megcsinálva, egy picit gumis a hátsó része, sőt nem is olyan picit, úgyhogy lehet, hogy még passzolni is fog. Oké, próbáljuk fel ezt is, és nézzük meg, hogy erről mi a vélemény. Oké, fun, szóval... Emlékeztek arra a pillanatra, amikor azt mondtam, hogy van a cicinek kialakítva hely? Nem ezeknek a ciciknek, de valamilyen ciciknek van kialakítva hely. Ugyanis itt van egy ilyen nagyon indokolatlan kis csicsök, amit kifejezetten nem kedvelek, és felfele menekülnének. Ezen kívül a... A mintával még mindig nem vagyok megbarátkozva. Bence az előbb leterizett, úgyhogy azt hiszem, hogy ő se. És akárhogy nézzük, ez a hossz, ez már nem nekem van. Régen lehet, hogy szerettem volna, de mostanában nem kifejezetten repesek az ötlettől, hogy ha fellibben a szoknyám, akkor bármikor kint lehet mindenem. Úgyhogy... Így néz ki. Egyébként azt hozzátenném, hogy kifejezetten szépen fogja a derekam, és ezt az A-vonalat nagyon jól hozza, ami ugye a dolga. És a fazont magát nagyon szeretem is, viszont ebben a felállításban nem biztos, hogy a kedvencem lesz. És azt is hozzátenném egyébként, hogy sokkal jobb az anyaga, mint a másiknak, és kifejezetten kényelmes, tehát ha
ha mintailag és formatervezésileg megfelelő lenne, akkor szinte biztos, hogy hordanám is. Oké. Még egy ruha. Ne, ezt én megvettem. Miért tettem ilyet? Miért? A következő darabunk az nem kifejezetten egy ruha, hanem egy szatén, nagyon szexi, annyira nem igazából, de egy köntös. Oké, most elmondom nektek, hogy mi van. Én mindig irigyeltem azokat. Úristen, ez szörnyű. Erre nem számítottam. Ez nem volt odaírva, hogy ez fog érkezni. Küldtek fogsejmet is a köntöshöz. Milyen kedvesek. Már ne haragudjatok meg, de... ezt hogy? Ez a rész itt. Ez még nem a popsihoz megy. Könyörgöm. Oké, hát ez fenomenális. Tehát a köntösnek a megkötője az olyan szörnyű anyagból van, hogy azt elképzelni nem tudjátok. És a... remélem látszik, de maga az övnek nincsen oldala. Tehát, hogy ez nem tud lapos lenni és szépen ráfeküdni a derekadra, mert mindenhol fordul össze-vissza. Tehát ott tartottam, ezt félre is tesszük egy kicsit. Mindig irigyeltem azokat a csajokat, akiknek gyönyörű fehér köntösbe, teraszon vagy erkélyen állós, félig szexi, félig olyan, éppen most keltem fel, de egyébként tökéletes a sminkem és egy fantasztikus kávé van a kezemben, képük van, és én is akarok ilyen képet. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy miért ne rendelnék Wishről hozzá egy köntöst, ami egyébként, majd látjátok a bevágott képen egészen a térdemig ér, és lehet, hogy fotón jól fog kinézni. Nem teljesen ér körbe, elég rugalmas anyagból van, és elég szörnyű anyagból van, pedig biztos vagyok benne, hogy 5000 plusz forintot fizettem ezért a cuccért. Ami siralmas, elég fura ez a rész. Na mindegy, nézzük meg, hogy hogy néz ki egész alaposan, normálisan felvéve. Tehát így néz ki a köntöske. Innen messziről, ahogy látom, egyébként nem olyan rossz, viszont feltettem a kis övet hozzá. Ami megint csak messziről egyébként nem néz ki rosszul, de valahogy nem vagyok benne biztos. Meglátjuk, hogy fotóra tudom-e használni, de hordani azért, mert kényelmes vagy nagyon szép, nem hiszem, hogy fogom. És az utolsó termékünk ez a videóhoz. Ez. Kérek mindenkit tisztelettel egy tárolódoboz, amiben a hirdetés szerint vannak egyébként oldal erősítő eszközök, mint minden normális helyen. Legalábbis szerintem mennie kellene. De biztos én vagyok a hülye, azért azt is elmondom. És ez így néz ki. Átlátszó a teteje. Akárki akármit mond, ez egy konkrétan 200 forintos valami. És ezzel momentán pont álltak. Értékeljük a Wish-es rendelést. A megrendelt ennyi termékből, körülbelül a negyede, de egész pontosan ennyi lett a valóban jó. Hogy érzem magam emiatt? Nem túl jól, csalódott vagyok.
amikor alulról rendelsz valamit, sokkal kiszámíthatóbb, az egész folyamat sokkal kiszámíthatóbb, sokkal pontosabban tudsz keresni, pontosak az árak, pontosak a szállítási díjak, az idő az ugyanilyen sok, és ruhával természetesen ott is nagyon mellé lehet nyúlni, ékszerrel is, táskával is, nem ez a lényeg, viszont amikor műanyag eszközöket rendelsz, vagy ilyen tárolódobozokat, vagy valami ilyesmit, az mindig tökéletes, és ott tudom, hogy mire számítsak. Élmény volt a visszás rendelés? Mindenképpen. Fogok többet ilyet csinálni? Biztosan nem. De legalább együtt szórakoztunk, úgyhogy ha tetszett a videó, akkor kötelezően dobjatok nekem egy lájkot. Most nincs olyan opció, hogy nem tetszett, most légy mindenképpen tetszen ez a videó. Ha nem vagytok még, akkor iratkozzatok fel, kövessetek Instán, és hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem. A következő videóban találkozunk. Sziasztok!